Üdvözlök mindenkit! A mai órán egy teljesen új témakört kezdtünk meg, a 7. évfolyamnak az utolsó témakörét, amelynek a címe a II. Világháború. Kezdete és vége kötelező évszám. 1939. szeptember 1-től a 1945. május 9, ami az európai, és 1945. szeptember 2, ami a japán fegyverletétet jelenti. A mai első óránk anyaga a 37. lecke, a II. Világháborúnak az első szakaszával fogunk foglalkozni. A leckének az elkezdése előtt végezünk egy kis ismétlést. Ugye az 5. témakörnek a végén tanultunk a náci terjeszkedésről. A vázlatukba is megkereshetik, illetve itt is most az egyes képekhez keressék meg a megfelelő információt. Állítsák be a felvételt, majd térjenek vissza. Miután visszatértek, akkor nézzük meg, hogy melyek is nagyjából időrendben azok az események, amelyek a nácizmus terjeszkedését jelenti. Legelőször is, ugye Hitlert kinevezik 1933. januárjába kancellárjá. A köztársasági elnök halála után a két, a miniszter, a kancellári és köztársasági elnöki címet összevonják, és Hitler lesz a Führer, azaz a vezető. 1935-ben, miután Hitler kiépítette az egyeduralmát Németországon belül, a Szárvidéken, amely az első világháború után 15 évig felügyelet adott át, némszavazás történt, hogy hová szeretne tartozni, és a Németország mellett döntöttek. 1936-ban, ami az első világháborúban ezt a vidéket demilitarizálták, azaz a katonai megszállást megtiltották. Ekkor Hitler újra remilitarizálja, azaz megszállja a Rajna vidéket. 1938-ban megtörténik az Anschluss, azaz Németország és Ausztria egyesülése. 1938, még ugyanebben az évben, szeptemberében a Müncheni konferencián négy nagy hatalom, a francia és az angol miniszterelnök, a német kancellár és az olasz miniszterelnök, Mussolini, Hitler, Daladier is megegyeznek, hogy Csehszlovákia Szudéta német lakta területeit a németek megszállhatják. A németek ezzel nem elégedtek meg, hanem 1939. márciusában megtámadták Csehszlovákiát, és feldarabolták, és Csehszlovákiát megszállták. 1936-ban, még kimaradt egy képünk, Mussolini és Hitler találkozott, és megegyezett egymással, szövetséget kötöttek, ezt nevezte Hitler tengelynek, Berlin-Róma tengely, és a II. Világháború egyik nagyhatalmi tömbjét nevezzük ezért tengelyhatalmaknak. Végül pedig az utolsó, 1939-ben már közvetlenül alig kicsit több mint egy héttel a világháború kitörés előtt, augusztus 23-án szovjet-német meg nem támadási szerződést kötöttek, amiről lesz szó ebbe a reckébe, ez a Molotov-Ribbentrop paktum, amelynek volt egy titkos záradéka is. Ez tehát az ismétlő vázlatpontunk. Miután végeztek vele, akkor megy halálba, és kezdjük el a leckénk feldolgozását.
A lecke feldolgozásához szokás szerint töltsék le mackó.k3net.hu cím weblapról, interaktív anyagok, 7. osztály, a II. Világháború tanulók, tanárok számára. Itt keressék meg a 37. leckéhez tartozó első diát. Kivételesen a 2. feladattal kezdjük. Ugye az előző diában a Molotov-Ribbentrop paktumról volt szó, a kép, térkép, valamint a internet segítségével készítsen egy rövid vázlatot, ki volt Molotov, ki volt Ribbentrop, és mit tartalmazott ez a titkos záradék. Ugye, hogyha itt megnézik a határvonalakat a két állam között, akkor nagyjából ez eldönthető. Ha végeztek, akkor térjenek vissza, és ellenőrizzük a munkájukat. Miután visszatértek, nézzük meg, hogy milyen vázlatpontot lehetett volna írni. Aki úgy érzi, hogy ki kell egészíteni, azt tegye meg. Molotov volt ugye a szovjet külügyminiszter, Ribbentrop pedig a német külügyminiszter. Ők voltak, akik a szovjet-német meg nem támadási szerződést aláírták 1939. augusztus 23-án, erről volt szó. Mit tartalmazott a titkos záradék? Elhatárolták egymástól a két állam az érdekszférákat. A keleti részeket Szovjetunió, a nyugati részeket pedig Németország kapta meg. Így Észtország, Lettország, Litvánia német szovjet érdekszférába esett, amelyeket magához is csatolt Szovjetunió, valamint Lengyelország keleti részét fogja majd elfoglalni, mint látjuk. Lengyelország nyugati része pedig német érdekszféra lett, és a két állam tulajdonképpen felosztotta egymás között Lengyelországot. Hogy hogyan és miképpen történt ez, és hogyan kezdődött az első, második világháború, ezt nézhetjük meg a következő videó segítségével. Nézzék meg a videót, most nem vetítem le önöknek. Ez azt jelenti, hogy 3 perc 7 másodpercig, valamint 5.45-től 6 perc 40-ig egy szintén egy 1 perces részt, majd válaszolják meg a kérdéseket. Állítsák meg a videót, oldják meg a feladatot, majd térjenek vissza. Miután visszatértek, nézzük meg, ugye a videóból szó volt, hogy mi volt a II. Világháború kitörésének ürügye. Az okát azt tudjuk, hogy az oka mélyen rejlett az első világháborút megkötött Párizs környéki békéknek a felülvizsgálatában. Az ürügye egy színlelt lengyel támadás volt, német rádióállomás ellen, német lengyel ruhába öltözött német katonák támadtak meg egy német rádióállomást, majd erre a támadásra hivatkozva Németország megindította a derejét. 1939. szeptember 1-én Németország megkezdte Lengyelország lerohanását. Mint a videóban is láttuk, két napra rá Nagy-Britannia és Franciaország szerződéses kötelezettségeinek eleget téve hadat üzent Németországnak. De katonailag nem avatkozik bele. Ezért nevezzük majd ezt a rész furcsa háborúnak, még lesz róla szó. Kinek volt oldalán áll az erőfölény, mind a hadsereg létszámát, mind a páncélos és légi erőt tekintve, technikai és stratégiai fölényben voltak a németek a lengyelekkel szemben. Mi volt a páncélosok feladata a német egységekben? Ők voltak, akik áttörték a védelmi vonalakat, csapást mértek az ellenségre, blokkolták a kommunikációt, és megnyitották az utat a gyalogság előtt. A német légierő neve volt ugye a Luftwaffe, aki uralta a Lengyelország megtámadásakor a légteret, és a lengyel légierő nem tudta vele felvenni a harcot. Mikor és mely állam és miért támadja még meg
Lengyelországot. A Molotov-Ribbentrop paktum értelmében Szovjetunió is szeptember 17-én a titkosszáradék értelmében megtámadja Lengyelországot, és elfoglalja annak a keleti részét a titkosszáradékban megegyezett határvonalig. Ezzel kezdetét vette a második világháború. Nézzük meg, hogy melyek voltak a szemben álló felek. Egyrészt a tengely hatalmat, másrészt a szövetséges hatalmak. A tengely hatalmaknak a rendszere, szövetségi rendszere, hogy 1940-es évekre tisztul le, hogy melyek 40-41-re tisztul le, hogy melyek fognak oda tartozni. A szövetséges hatalmak pedig 1941-ben állnak tulajdonképpen össze, és segítik majd egymást. A tengely hatalmak részéről, ugye most a következő feladatban itt vannak az egyes országok vezetői, és szöveggel is, képpel is rendezik az egyes országokat és a vezetőiket a szövetségi rendszerekhez, tengelyhatalmak vagy szövetséges hatalmak. Állítsák meg a felvételt, majd utána térjenek vissza. Miután visszatértek, nézzük a helyes megoldást, kattintsunk a kérdésre. Látjuk, hogy a tengelyhatalmak három nagy állama, természetesen többen is csatlakoznak majd hozzá. Németország, Hitler, az első képen, Olaszország, ugye, ő a Führer, Olaszország, Mussolini, ő a Duce, ugyanúgy azt jelenti, hogy a vezető, és a japán császár, aki a Hirohito nevet vette föl. Velük szemben álló rendszer, a szövetséges hatalmak rendszere, amelynek a legfontosabb állami Nagy-Britannia, Churchill, USA, Roosevelt, második képen, és Szovjetunió, Sztálin. Amit érdekes tudni, hogy egy Szovjetunió 1939 és 41 között Németországgal áll szövetségbe, és a Molotov-Ribbentrop-paktum értelmében ugye Lengyelország keleti részét el is foglalja a németekkel karöltve, és a német hadsereggel karöltve. Majd miután Németország megtámadja a Szovjetuniót, akkor lesz majd Sztálin a szövetséges hatalmaknak az egyik állama. És Szovjetunió a szövetséges hatalmak egyik jelentős állama. A következő képen a diagramunk, a 39 elején a szemben álló feleknek a haderejét ábrázolja, a katonai erőinek a nagyságát ábrázolja. Ehhez tartozik három diagram. Ki kell választani, hogy melyik az a diagram, amelyik helyesen ábrázolja az adatokat. Mint látjuk, három, és hogyha értelmezzék, ügyeljenek arra, hogy a kék, világos kék Németország, a világos barna Nagy-Britannia és a szürke Franciaország. Ügyeljenek arra, ugye, hogy a katonák, harci repülők és csatahajók tekintetében van felosztva a diagram, és hogy a megfelelő adatokat hasonlítsák össze, és akkor ki tudják majd választani, hogy melyik a helyes diagram sorozat. Állítsák meg a felvételt, gondolkozzanak el rajta, és válasszák ki a betűt. Miután visszatértek, nézzük, hogy melyik a helyes. Ha megnézzük a csatahajókat, akkor látjuk, hogy a csatahajókból Nagy-Britannia rendelkezik a legtöbbel, és hogyha itt az A feladatot megnézzük,
akkor látjuk, hogy a csatahajók az utolsó diagram tekintetében Németország az, aki a legtöbben rendelkezik, a legtöbb csatahajóval rendelkezik, tehát ez a diagram biztos, hogy nem tükrözi a táblázatnak az adatait. Ha megnézzük a harci repülőket, a harci repülők tekintetében Németország rendelkezik a legtöbb harci repülővel, és ha most megnézzük a B-diagramot, a B-diagram szerint a legtöbb harci repülővel, a legnagyobb sáv, ugye, Nagy-Britannia a színek szerint, tehát ez a B válasz sem lesz helyes. Tehát ezek szerint a helyes diagram az a C válasz. Adjunk tovább. A következő részben a világháború első szakaszáról lesz szó. Itt két feladatuk lesz, egyrészt rakják sorrendbe az eseményeket, másrészt döntsék el, hogy igaz vagy hamis az állítás. Olvassuk fel a szöveget. Nagy-Britannia és Franciaország nem indított támadást Németország ellen. Hónapokig komolyabb harcok nélkül néztek farkas szemet egymással, a katonák a német-francia határon. Ezt nevezték újosan furcsa háborúnak. A francia-német határon a franciák egy erős védelmi rendszert, a Maginot vonalat építették ki. A német csapatok 1940. áprilisában először megtámadták Dániát és Norvégiát, májusban lerohanták Belgiumot és Hollandiát. Miközben az angolok és a franciák nagy erőkkel elindultak Belgiumban, az ellenség feltartóztatására a német tankok a hátukba kerülve törtek be Franciaországba. Azokon az erdős területeken hatoltak át, ahonnan senki nem számított rájuk. A legjobban felszerelt angol-francia erőket Dunkerquenél beterítették. Az angol hadvezetés minden bevethető hajót elindított a kikötőváros felé, hogy csapatait kimenthessék a csaptából. A tankokat és a nehéz fegyverezetet hátrahagyva több mint 340 ezer angol és francia katonát sikerült így Nagy-Britanniában menekíteni. A németek elfoglalták Párizst, és a francia kormány fegyverszünetet kért. Németország 6 hét alatt legyőzte Franciaországot. Románia nem számíthatott többi Franciaország támogatására. Ez megnyitotta az utat a magyar területi igények érvényesítése előtt. 1940-ben a II. Bécsi döntés nyomán Magyarország visszakapta Romániától Erdély északi részét és Székelyföldet. Most oldják meg az ehhez tartozó feladatokat, állítsák meg a felvételt, majd térjünk vissza ellenőrzésre. Miután visszatértek, nézzük a sorrendet. Ugye először is a furcsa háború, aztán megtámadta 39-ben, 40 elején, ugye Dániát és Norvégiát, majd Belgiumot és Hollandiát, jött a Dunkerque-i csata, az angol és a francia csapatok kimenekítése, és Franciaország fegyverszünetet kér és megadja magát. Ez volt a helyes sorrend, így javítsák. Nézzük az igaz-hamis állításokat. Furcsa háború a számottevő katonai események nélküli hadviselés, ez ugye igaz. A Maginot vonalat a németeket védte egy esetleges francia támadásról, ez hamis, pont fordítva. Belgium és Hollandia lerohanása megelőzte Norvégia elfoglalását, ez is hamis, hiszen először Norvégiát foglalták el. A német hadvezetés váratlan húzása miatt a francia-angol csapatokat bekerítik, ez ugye igaz, a hátukba kerültek. Dunkerquenél sikerült az angol-francia csapatokat Angliába átszállítani, ez is igaz. Franciaország 42 nappal a támadás után aláírja egy fegyverszünetet, ugye azt mondtuk, hogy 6-7, 6x7, az 42, durván igaz. Ugye, Erdély északi részét és Székelyföldet hazánk visszakapja franciáktól. Ez hamis, mert nem a franciáktól kapja vissza. Nézzük a helyes. Szeptember 1-én ugye Németország megtámadja Lengyelországot, ez az E.
Lengyelország lerohanása. Szeptember 17-én Szovjetunió is támadást indít Lengyelország ellen, ez az F, látható pirossal. Ugye a nyilak. 40 áprilisában Németország lerohanja és megszállja Dániát és Norvégiát. Itt látható ugye Norvégia északon, azaz D. 40 májusában német csapatok elfoglalják Luxemburgot, Hollandiát, Belgiumot és betörnek Franciaországba. Ez a B-vel van jelölve. 40 májusában és júniusában a dunkerki evakuáció, kiürítés, melynek keretében 330 ezer szövetséges katonát menekítettek a Lamástól, a csatorna másik oldalára, Angliába. Ez ugye a cél. És kicsit segítenek a repülőgépek. 1910, 40 június és októberében a német légierő folyamatosan támadja Nagy-Britannia repülőtereit és városait. Ez az A a térképen. A lecke elsajátításához kívánok mindenkinek erőt és egészséget és jó munkát. Köszönöm a figyelmet. Bocsánat, és